történelem úgy hozta, hogy a Batthyányiaknak, és különösen Magyarország első miniszterelnökének, gróf Batthyány Lajosnak szembesülnie kellett ezzel az igazsággal. Az ő hősi halálának 170. évfordulójára is emlékezünk ma. Az egykori miniszterelnök Antal József által alapított Batthyány Lajos Alapítvány kiemelten támogatja azokat a határainkon belüli és határainkon kívül magyar civil szervezeteket, amelyek a hagyományőrzésből és identitásépítésből erőt merítve építik a jövő Európáját, a nemzetek Európáját. Ennek szellemében büszkén támogattuk ezt a rendezvényt is. Ha a Batthyány család történetét végignézzük, akkor valamennyi Batthyányról elmondhatjuk addig, amíg fennállt a közös monarchia, hogy a Batthyányiak uralkodójuknak a magyar királyt, hazájuknak a magyar királyságot, és nem a német-római vagy az osztrák császár, és nem a Habsburg birodalmat vagy az osztrák császárságot tartották. A mai nap többről szól, mint egy magas szakmai színvonalú tudományos előadássorozat. Teszem ezt mind a mellett, hogy a jeles alkalom méltó tisztelgés és főhajtás. A 170 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végrehajtott aradi mértanú és gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke kivégzésének szomorú és tragikus emléke előtt. Tudtuk az első pillanattól kezdve, hogy a Batthyány család szellemi örökségének és értékeinek ápolása, gondozása és társadalmasítása magától értetődő küldetésünk, ugyanakkor meg kellett magunknak is fogalmaznunk azt a távoli jövőben felsejlő célt, melynek elérésére és cselekedeteinkhez erőt, szavainknak súlyt, gondolatainknak inspirációt adott. A kis Batthyány Ferenc, az a kis Lajossal, a kis a trónörökössel később második Lajos királyra együtt nevelkedett, és amikor 1517-ben második Lajos trónra lépett, akkor őt főpohármesterré nevezték. Egyébként az előtt is főpohármester volt, de addig csak a trónörökös, azon túl a királyi, és a főpohármester az pedig báró volt, tehát az ország elitjének első tagja. Batthyány első Ádám egy későbbi személyes jellegű leveléből sok mindent megtudhatunk, idézi Etaszáról. Az, hol írja a kegyelmet, hogy most is könnyű lóháti katona volnék, az szabadhatatlan, hogy most sem volnék nehéz vért ember. De ha sohová nem járhatok, hanem csak egyik váramból másikban, s úgy kell töltenem az időt, mert magam az katonákkal nem merek járni, mivel felette kemény írásokkal és iszenetekkel tiltják mostan nekem a harcot, és az katonaságot talán el kell felejtenem, ha sokáig fog tartani. De szolgáim ugyan járkálhatnak ezután is. A 18. század kapcsán kiemelendő, hogy a család ekkor ért hatalma és befolyása csúcsára. Batthyány II. Ádám és Tatmen Eleonóra két fiának, két nagyszerű fiának, Lajosnak és Károlynak köszönhető. Gondoljuk bele, kevesebb, mint egy év alatt a magyar hadsereg eljutott arra a szintre, hogy Európa egyik legnagyobb katonai hagyományokkal rendelkező hadseregét ne csupán megállítsa, hanem kikergesse az ország jelentős részéből, és az európai és a világtörténelemben példanélkül álló módon rákényszerítsen egy nagyhatalmat arra, hogy egy másik nagyhatalom fegyveres segítségét fordulja egy úgymond belső lázadás leverésére. Nyugat-európai és Európán kívüli történészek számára ismeretlen ez a fogalom, az ászlóanya fogalma. Ennek az az oka, hogy az ászlóanyai rendszer kialakulása és léte teljes egészében a Habsburg Birodalom haderejének sajátossága. És felkérnénk Batthyány Stratmann Veronikát, hogy legyen szíves felkötni a szalagot. Magyarország középkori jogállam volt, és ezt a jogállamiságot végig képviselte. Az 1848. április 11-i törvény, csomag, az áprilisi törvények új rendet teremtett Magyarországon, és ez a törvényesség, ez áthatotta Batthyány működését. Azt a gonosz gyalázatot, amit ezek nekem szántak, elkerülni igyekszem. Erre a célra már régóta titkos mentőeszközt hordok magamnál. Úgy halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben, és a te neved az ajkaimon.